23 000 tő muskátit osztottak szét. Szombaton tartották a disziballagást. Térgeometria a matek érettségim. Köszöntöm nézőinket! Önök a 60 TV híradóját látják. Basa Boglárka vagyok, jönnek a részletek. Idén 23 000 tő virágot osztott szét az önkormányzat a 60-iaknak. A közgé és a városháza előtt is sokan várták, hogy megkapják a növényeket. A sorban állók mindegyikének jutott muskátli. Hosszú sorokban várakoztak az új 60-iak a közgé előtt szombaton reggel 8 óra előtt. Az idei virágosztás is igen népszerűnek bizonyult. Táskai Tamásné már 5 órakor érkezett az iskola udvarára, hogy az első között vehesse át a neki járó 3 tő növényét, és azt is elmondta, hogy hová kerülnek majd. Ablakba majd, balkonládába és cserépbe majd a lépcsőre. És milyen típusú virágok vannak? Álló és futó muskát. És milyen színű? Piros és cirmos. Az eseménynek már több éves hagyománya van a városban. A városvezetés legfőbb célja ezzel, hogy még virágosabbá tegye a települést. Horváth Ilyár polgármester hangsúlyozta, 2017-ben 60 elnyerte a Magyarország legszebb főtere díjat, ami még nagyobb erőt és kitartást ad ahhoz, hogy folytassák a város szebbétételét. 60-t a háború előtt úgy hívták, hogy a virágos 60, és nagyon remélem, hogy most már ez a jelző újra igaz 60 városára, hiszen nagyon-nagyon sokat teszünk azért, hogy ez a város ilyen szép legyen és ilyen virágos legyen, és ennek kapcsán szeretnénk segíteni a 60-iakat is, hogy a saját portájukat, erkélyüket is virágosítsák, és így még szebb legyen a mi városunk. A Kossuth téren is már órákkal az osztás előtt sokan álltak sorba. Itt is a lakcímkártya bemutatása után mindenki megkapta a muskátlikat. Az eddigi évekhez hasonlóan most is nagyon kedvelt volt a piros szín, és arra is lehetőség volt, hogy mindenki maga válassza ki, hogy álló vagy folyó muskátlit szeretne hazavinni. Álló is van bennem, meg ilyen félfutó. Otthon is van már, vagy 20-at tavalyról eltettem, de hát legyen sok. Bazsó Lászlóné is már tudja, hová kerülnek a most kapott muskátlik. Én nekem az erkélyre, pázsit 15-be, a gyerekeknek meg otthon, hát teraszra, vagy nem tudom. És mi a kedvenc szín belőle, vagy típus? Piros, piros, nekem a piros. A virágosztás alkalmával minden sorban álló kapott növényt. 14 osztály, 258 diák búcsúzott a diszitől szombaton délelőtt. Az ünnepségen a szülők és hozzátartozók virággal ajándékozták meg a ballagókat, míg az alsóbb évesek zenés műsorral köszöntek el tanulótársaiktól. Kidíszített osztálytermek ünneplőbe öltözött diákság jelezte, hogy ez a szombati nap fontos a diszi életében. Az intézménytől 14 osztály és 258 diák búcsúzott. A végzősök osztálytermeikben ülve még meghallgatták az osztályfőnökeik utolsó jó tanácsát, majd felsorakoztak és várták azt a hosszú csengőszót, ami elindítja őket a nagybetűs élet felé. Kovács Evelin nagyon várta ezt a pillanatot, és már izgatott az előtte álló érettségi miatt. Hát izgulok nyilván, de nem a ballagás miatt, hanem a ránk következő érettségi. A ballagást azt már nagyon várjuk. Pikács Viktória elmondta, bár sok az előttük álló feladat, a ballagás pillanatait ünnepként éli meg. Hát nagyon vártuk a ballagást is, de most ugye jön a feszültség, a vizsgaidőszak, amire ugye fel kell készülni, de a ballagást ezt kiélvezzük nyilván. Hegedűs Ignác már jó pár éve koptatja a diszipadjait. Az általános iskola után 4 évet járt az iskolába, majd itt tette le az érettségit, és most egy éves képzésben vett részt. 1 évet töltöttem velük, hát szerintem egész gyorsan megszoktuk egymást, aztán egy egész jó baráti közösség alakult ki, így a 2 osztály között ugyanis 2 osztály lett így egyben mondva. A végzősök a főbejárattól indulva megkerülték az iskolát, ahol már a szülők és a hozzátartozók várták őket. Az ünnepség az udvaron folytatódott, ahol Románné Kolozsi Mónika Andrea igazgató beszédében kifejtette, hogy hálás a szülőknek azért a bizalomért, amit a középiskola pedagógusai kaptak az elmúlt években. Kitért arra, hogy manapság több lábon kell állni, ehhez pedig folyamatos tanulásra van szükség. Talán most kezditek majd megérteni, miért fontos az életen át tartó tanulás. Ma már nem lehet, és nem szabad egy helyben dobogni. Haladni, fejlődni,
több lábon kell állni. Az élet állandóság és változás, megőrzés és megújulás. Az alsóbb évesek zenés műsorral búcsúztatták a végzősöket. Rajzol egy pályát. A ballagást követően kedden csaknem 100-an vizsgáztak a disziben matematikából. Az érettségi végén a diákok azt mondták, az első fele könnyű, a második része viszont kifejezetten nehéz volt. Holnap történelemmel folytatódik a vizsga. Egy tábla jelzi a lépcső előtt, itt ma érettségi zajlik. Odafent pedig a diákok rendezetten, csendben várták a 8 órát a tantermekben. A padokon csak némi víz és édesség volt, na meg persze a matematika érettségi elmaradhatatlan segítségei, a számológép és a négyegyű függvénytáblázat. Ezeket lehetett használni a mai vizsgákon. A disziben kedden összesen 6 teremben csak nem 100-an érettségiztek matematikából. Pár perccel a kezdés előtt még kaptak némi biztatást és jó tanácsot a tanároktól. A piszkozati lapon mindent el kell húzni, és a dolgozatban is azokat a feladatokat majd a végén, amit nem csináltál meg, ki kell húzni. 8 órakor az intézmény igazgatója osztotta ki a feladatlapokat. A halmazokról, a valószínűség számításról és a térgeometriáról szerzett tudásukat is be kellett vetni a feladatsor megoldásához. A diszis diákok úgy érzik, nehéz volt, de meg lehetett oldani a vizsgát. A második részt bonyolultabbnak tartották. Választott feladat, abból kettőt kellett választani. Azok voltak a leghosszabb feladatok, 17 pontosak voltak. Hát ez több-kevesebb sikerrel sikerült. Ment, minden feladatot tudtam, vagyis mindenhova írtam, jó lesz. Hát az első részben könnyebbek voltak halmazos feladatok, az könnyű volt igazából, meg a gráfos, azok könnyebbek voltak. Az érettségi holnap a történelem feladatsorral folytatódik. Szerdán számíthatunk záporokra, zivatarokra, sokfelé mérséklődik a szél. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Csütörtökön megerősödik a délkeleti szél, de több napsütés valószínű. 24-29 fokot mérhetünk. Pénteken gyenge hidegfront érkezik hozzánk, ami erős széllel jár, így a hőmérséklet is csökken, 20-25 fok valószínű. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták, most az Aktív 60 következik. Adásunkat pedig a Kilátó című megyei magazin műsorral zárjuk. Ha tehetik, maradjanak velünk. Viszontlátásra!